Szent István király az első magyar szentjeink közé tartozik. Sok mindent tudunk róla, hogyha az életének az eseményeit nézzük, akkor föl tudjuk idézni a történelmi adatokat, hogy 970 táján született Géza fejedelem fiaként Vajk, aki 972-ben az első keresztény vértanúnak, Szent István diakonusnak a nevét vette föl. Azt is tudjuk róla, hogy 995-ben házasodott meg Bajor Gizellával, és 997-ben már ő a nagy fejedelem, apja Géza után, 1000 karácsonyán, vagy 1001 új évnapján koronázza meg, kapja a koronát második Szilveszter pápától, és ami a legjellegzetesebb róla tudott információnk, hogy ezzel Magyarországot elkötelezi a kereszténységnek, és a nyugat-európai keresztény kultúrához kapcsolja. Azt is tudjuk róla, hogy 10 egyházmegyét alapított a pápa megbízásából, kolostorokat hozott létre és támogatott. De kicsoda Szent István király? Mit köszönhetünk neki? Kit ünneplünk az ő személyében? Történészek kutatják, némi vita is van e felől az ő életművét illetően, de tény, hogy kezdetektől fogva az ő létezése, földi élete óta a magyar nép életében, gondolkodásában, hitében jelen van Szent István király, és egy nagy tisztelet és csodálat, hódulat, szeretet övezi őt. Azt fontos róla tudnunk, hogy már kezdetektől fogva ilyen jelzőkkel illették őt, hogy István az igazságos. István a béke szerető és béke teremtő. István a jámbor és szent. Mit jelent ez? Történészek, egyesek vitatkoznak ezen, hogy hát valóban igazságos volt-e István király, hiszen nagyon kemény intézkedéseket hozott, és ha mai szemmel nézzük, akkor bizony keménykezű uralkodó volt. Jól lehet, nem szabad a 21. századnak a szemüvegével nézni azt a kort, hanem össze kell hasonlítani a kortársakkal, illetve annak a kornak a történelmi és kulturális körülményeivel. És akkor leszünk korrektek, úgy tudunk igazi mérleget húzni az ő életéről. István erős kezű uralkodó volt, hogy a rendet, amely a krisztusi keresztény alapon létrejövő új nemzet állam rendje meg tudja tartani, össze tudja tartani. Ugyanakkor, amit mondanak róla, közhírré vált, hogy ő béke szerető és béke teremtő ember ezzel együtt. Tény is való, hogy kiegyensúlyozott kapcsolatot keresett kelettel és nyugattal, mindig népe, nemzete javára kereste ezt, sosem öncélból, azért, hogy ezt a nemzeti függetlenséget megőrizze és fönntartsa. Alig volt háborúja István királynak. És bizony azt is el lehet róla mondani, hogy irgalmas uralkodó volt. Mit jelent az irgalom? Néhány éve a Szent Atya az irgalmasság évét hirdette meg. Az irgalom mindig az erkölcsileg magasabb értékekkel bíró, mondhatni a nagyobb, a föntebb lévőnek a lehajlása a gyengébbhez, az elesetthez. István király ilyen uralkodó volt. A merseburgi püspök így emlékezik róla, sosem hallottam, hogy legyőzöttet valaki így kímélt volna, mint István király. Egy nagyon kemény, mondhatni véres korszakban így viselkedett a mi István királyunk. Józan ítélő képességgel próbálta az országnak a helyzetét fölmérni, és így létrehozni az egyensúlyt kelet és nyugat között. Jámbor és szent, ez a két jelző is, ami Szent István királyt illeti.
Manapság különösen meg kell magyarázni ezeket a fogalmakat, hiszen talán félreérthetők, régiesnek tűnnek. Mi az, hogy jámbor? A jámbor azt jelenti, hogy valaki ismeri a hitét, az egyház tanítását, és ezt a hitet, ezt a tanítást teljesen szabadon magáévá tudja tenni, és ezekből erőt merítve, teljes szívvel, teljes lélekkel, minden erejével Istent és embertársait az evangélium értékei szerint szolgálja. István király ilyen ember volt. Azt tartjuk róla sokan, vagy ez a legelterjedtebb általában az emberek között, hogy nagyon tehetséges volt, mint politikus, oda kötötte a nyugati kultúrához a magyarságot, azzal, hogy keresztényé tette. Azonban ő nem paktumot kötött a kereszténységgel, hanem ő maga megtért. Komolyan vette az evangéliumot, és próbálta az ő uralkodói tevékenységében és a népe életében is ezt radikálisan, komolyan véve megvalósítani. Vagyis ő szíve mélyéig befogadta Krisztust, és befogadta az ő egyházának a tanítását és életét is próbálta megvalósítani saját maga, családja és a népe életében. Az ő szentségében leginkább ezt tiszteljük, hogy hősies módon gyakorolta azt az erényt, hogy az evangéliumot meggyökeresztesse, és népét a krisztusi tanítás és viselkedés irányába fordítsa, és minden erejét, energiáját erre fordította. Ő alapozta meg nemzeti létünket. És köszönjük, hogy a mi első vezetőnk, az első király nem egy nagy ember volt pusztán, mint ahogy számos uralkodó megkapja ezt a jelzőt, hanem szent, vagyis az evangélium szerint élő, komolyan vevő, krisztusi életideál felé forduló, igenis az életszentségre törekvő, nem hibátlan, de mégis ebbe az irányba, az örökké valóság felé haladó ember volt, akinek az életszentségét 1083-ban az akkori pápa 7. Gergely elismerte és oltárra emelte, szentté avatta. Kérjük Magyarországra, hazánkra, népünkre, egész nemzetünkre, minden nemzettársunkra határon innen és túl Szent István király imáit, közbenjárását, boldogulását, hogy akkor leszünk igazán magyarok, hogyha más népekkel békével, szeretettel élve, önmagunkkal és közvetlen környezetünkkel, evangéliumi kultúra szerint élve haladunk a földi zarándokutunkon, hogy majd a mennyei hazánkba is bejussunk, személyesen és mint nemzet, és hogy aztán majd ott találkozhassunk ővele is, Szent Istvánnal.